Rendezte Carlo Lizzani. Sötét Torino. Integes Lelo, ott a papa. Magáé? Ez is a magáé? Nem, ez nem az enyém. Kapjátok el! Papa! Papa! Papa, ne! Adják! Nem csinált semmit! Papa! A bíróság Rosario ráhovádlottat bűnösnek mondja ki, és büntetésként 15 év fegyházra és az összes felmerült perköltség megtérítésére ítéli. Lelo! Elmúlt 6 óra. Felkelni. Mino! Mino! Felkelni késő van. Ébresd fel az öcsédet és mozdasd meg. Igyekezz! Hé! Hey, péntek van, Lelo! Kúskodj le! Mit jár a szád, kis hülye? Mindjárt behúzok egyet. Most is lefogni. Engedj el! Most meg a pofád, mert bűtlik. Te bűzlek túl meg! Engedj el, mama! Elég ebből. Engedj el, ne bűnj. Te mondtad, hogy mosdassa meg. Csak... Jó, jó, de nem így gondoltam, Lilo. Ma éjszaka megint a papával álmodtam. A meccsen voltunk. Mert mindig rá gondolsz, azért álmodsz vele minden éjszaka. Álmok maguktól jönnek, mama. És minden pontosan olyan bennük, mint az életben. Aztán, amikor felébredek, összezavarodik az egész. Mi használ az egésznek? Mama, én is ott voltam a stadionban. És láttam, hogy a papa nem lőtt le senkit. Senki se tudja nálam jobban. Tisztán látom magam előtt. Biztosan tudom. Én is tudom. De nem tudjuk bizonyítani. És éppen ezért nem ér semmit az egész. Vigyázz, nehogy kifusson a tej.
Egyél rendesen, ha olyan szép nagy ember akarsz lenni, mint az apád. És ne felejtsd el elvinni az öcsédet a vitamin injekcióra. Jó, jó. Ma tovább kell bent maradnom a mosodában. Megcsináltam az ebédet. Ott van a leves a tűzhelyen. Szervusztok. Szia, mama. Bocsánat, szabad lesz? Tessék. Ciao, Maria. Ciao. Mos onnan. No, ne tud el volna várni még egy kicsit. Mos öltözködni. Megyünk az iskolába. Lélo, hová még? Azt mondtam, öltöz. Még rengeteg dolgunk van iskola előtt. Igyekez. Lélo, várj meg! Levárjuk az utat, a vasúti töltésnek megyünk. Hallod, Lélo? Ne üvölts, nem vagyok süke. Azt hiszed, én is olyan hülye vagyok, mint te. Meg édesanyádnak, hogy egy kis hús többet érne, mint ez az íny. Oké, doki. Egy nagy sülcöm ebédre jó is volna. Szeretném a kicsit meghívni. Fogd meg! Blackváros. Az egyik az ebéd, a másik jó lesz vacsorához. És ne üzletelj vele! Adj nekem is! Ne légy hülye! Mi az? Nőknek való. Vihet el az eszedet is egy kartot videó. Csakó. És én? Rajtuk van az ár. Szombaton? Hétfőn, el ne felejtsd. Nekem is. Ez az enyém. Add ide! De... A pénzt adod a mamának. De... és én? Ha eladtátok, irány az iskola, igen? Nekem miért nem adsz? Nesze, ez elég. Köszönöm. Ciao. Köszönöm, ciao. Amerikai cigaretta. Cigaretta, svájci cigaretta. Amerikai cigaretta, 300 lira. Köszönöm, Mina. Ez meg jó lesz az ebédhez. Köszönöm, Mina. Menjetek be az osztályba! Befelé! Menjetek befelé! Menjetek! Gyerünk! Egy percen belül az osztályban legyetek! Csönd legyen! Gyerünk befelé! Nem jöhet!
jöhet be, ameddig édesanyád el nem jön, hogy beszéljek vele. És addig? Addig fogd a csempészárudat és add le a portán. Az ilyen rohadt sziciliaiakat Ausztráliába küldik. Minum, várj meg! Én is megyek. Menj vissza az iskolába. Ha te nem megy, akkor én se. Azt mondtam, menj vissza. Rass vissza, azt mondtam. Ezzel? Aha. Köszönöm. Én is ugyanazt kérem. És egy kis újságot is. Most már hagyd békén egy kicsit. Szeretnék olvasni. Elhiszed, hogy Rémónak csaja van? Nem. Ide van írva. Hú, apám, de jó nő. Ha? Oda néz, 90 millió lira. De mit csinálnál ennyi pénzzel? Azt hiszem, vennék egy motort. Talán egy Suzuki-t. A többi a mamáé. Tudod, én mit szereznék meg magamnak? Bridget Bardot. Halálos baleset a Via Nizzán. Mi az? Nem érdekes. Menj haza egyedül. Nekem dolgom van. Tudom, hogy mit forgatsz a fejedben, de nézlem úgy sem és semmire. Mit csinálsz te itt? Fontos. Mi az? Gyere be. Halálos balesete Vianitzán. Na és akkor mi van? Láttad az illető nevét? Igen, Pereira. Te véted a papát, nem? Csodálkozom, hogy már el is felejtetted az egyik tanú nevét. A papáról van szó. A pisztoly, emlékszel? Papa azt mondta, eladta Pereirának, de ő azt mondta, nem igaz. Nem is biztos, hogy ez ő volt. Én mérget vennék rá. Én elmentem, fiú. Ne, ne, maradjatok csak nyugodtan. Egy fellebbezést kell benyújtanom a bíróságra, egyszerű ügy. Hát ez a gyerek kicsoda. Egy ismerősöm fia, Rao. Mi védtük a papáját. Rao. Igen, akit elítéltek a stadionbeli gyilkosságért. Ja, igen, vagy 2 éve. A tanúk vallomása alapján ítélték el. Elég furcsa, hogy volt, hogy jól emlékszem. Szegényke. Na. Mennem kell. Jó reggelt, uram, bocsánat. Semmi baj. Papa mindig azt mondta, hogy azok hárman kiszúrtak vele. Pereira hamis vallomást tett a tárgyaláson, a pisztolyjal kapcsolatban. És ha szabad kérdeznem, miért adta el a papád ezt a pisztolyt? Hogy újat vehessen. És becsomagolta, és az éjjeli szelfénybe dugta. És most ez a Pereira halott. Megölték. Közlekedési baleset volt. Legalábbis egyelőre úgy néz ki. Mindazonáltal lehet, hogy büntény. Tegyük fel, hogy megölték. Mit mondasz neked, ha Pereirát tegnap szándékosan ütötték el? Apádon úgysem segít semmit. Ha Pereirát megölték, akkor valaki, aki tud róla, esetleg beszélhet. Például kicsoda? Miért nem mondod neki, hogy be vagy tolva, nehogy téged is elüssenek véletlenül? Neked kus!
Fiúk, én segítek, amiben csak tudok, de ne járjatok a fellegekben. Tudjátok, milyen hálás vagyok édesapátoknak. Ha ő nem segít, hogy elvégezzem a jogot, még mindig kömüves vagyok. Olyan volt ő nekem, mint a második apám. Köszönöm. Tartsd meg az egészet, ez a honoráriumon, és még túl is vagy fizetve. Örökölted az üzleti érzékedet a fatarodtól. Lalo, emlékszel még édesapádra? Igen, olyan magas volt, mint a konyhaszekrény. Üvestette rá ezeket a képeket. Azt tudod? Én meg arra emlékszem, hogy fütyült, amikor jött hazafelé. Több kilométerről lehetett hallani. Én is emlékszem. Emlékszem arra a napra a stadionban, ahogy a rendőrök meg akarták fogni. Legalább 4 rendőr kellett hozzá. Iszonyú. Egy ilyen ember, mint ő, soha nem volna képes gyilkolni. Na persze, nagyon indulatos is tudott lenni. De csak is, ha meg kellett védeni valakit. És ha olyankor visszaütöttek, jó volt vigyázni vele. Nem bírta, ha valami szemét alak kiszúrt másokkal. Rohadt szerete! Meglátok! Adjátok ide a pénzem! Rohadt disznók! Ki vagy rúgva? Itt a pénzed, és ne is keresd Torinóba munkát, ajánlom. Leadjuk a drótot. Miért rúgtak ki? Mert nem hagyok kiszúrni magammal. A felét levették a lóvémnak. 21 000. Gölykön van. Nem akartam aláírni, hogy átvettem 47 000-et, mert nem igaz. Az első héten megcsináltam. Még a másodikon és a harmadikon is. De most már ez a negyedik hét félbérért. Gyere velem. Na mi ez? Nem tetszik valami? Nem tetszik, hogy ennek az embernek tartoztok a félhavi keresetével. Ugye, hogy tartoznánk? Megkapta mind. Meg lehet nézni a bérlistát is, rajta van az aláírása. És most kifelé. Mi van itt? Megint dézsmáljátok a fizetéseket? Adjátok vissza, amit levettetek. És hétfőn újra munkába áll. Persze, persze, jöjjön csak. Szavamat adom rá. Mariano Fridda szavára mérget vehettek. Gyere. Meg ne halljam még egyszer. Ha még egyszer előfordul, mehettek, amerre láttok. Értettétek? Bizony, ilyen a ti apátok. Kiállt mindenkiért, aki rászorult, és ez sokszor előfordult. Mit gondolsz, Mariano Fridda volt az egész mögött? Ő szerette apádat. Az egyetlen volt, aki apád mellett vallott a tárgyaláson. Nekünk, szicíliaiaknak nehéz kivívni magunknak a tiszteletet. Nézd, 5 évvel ezelőtt egy kis senki voltam, most pedig vállalkozó vagyok. Tudod miért? Mert tisztelnek. Santoróval ne törődj egyet se. A többiek olyanok, mint a birkák, egy gondolat sincs a fejükben. Ide hallgass. Ha bármi furcsát észlelsz, gyere hozzám, elintézzük. Jó? Ki lőtte le Santorót? És ki kente a papára? Igazatok volt, a szálak Pereirához vezetnek. Majd felkeresem a családját. Csak vannak valahol rokonai. Ha gyilkosság volt, utána jár. Mi Pereira, akit elütöttek. Nem fölött már a fogam munkához az utóbbi időben. 2 kávét. Tudod, az a régi dolog, amiről a múltkor beszéltem. 2 kávé. Sok volt ennek a Pereirának családja, nem? Nem, egy barátnője volt. 2 kávé lesz, és most le a pultot. Illattak a városszélen a prostituált negyedben, a Vianitzen. Nem a szép fiú, nem viszont? Nem láttad Nescarellát? Nem. Mindegy, kösz. Nem tudod, mit hagysz ki. Nem láttad erre felé Nescarellát? Jaj, rémesen utálom az ilyen autós ürgéket. Én is. Gyere el velük, szépsége van. Nem, én most nem azért jöttem ide, keresek valakit. Fulladj meg. Nem láttátok Nescarellát? Ki az? Ciao. Ismered Nescarellát? Igen, én ismerem, de ma este még nem láttam. Én nem leszek jó helyette. Várj egy kicsit, nézd meg, olcsón megszámítom neked. Ne fáradj, más ügyben keresem. Nem tudnád megadni a címét? Hogy hol van a putria? Ismered a kanális környékét? Igen. Szóval négy mellette egy darabon a kútnál lefordulsz balra, utána az első utca jobbra. Ott kérdezd meg kisapám, de visszajössz, ugye? Visszajövök, persze, persze.
az? Én vagyok. Marcuso, az ügyvéd. Mescarella, nem emlékszel rám? Az ügyvéd vagyok. Ne félj, a Via Nizzán találkoztunk. Az a szemüveges ügyvéd vagyok. Emlékszel rám, ugye? Ja, az az ügyvéd. Most ismerlek meg. Micsoda meglepetés. Igen, számomra is. Mert azt hittem, sose talállak meg. Gyere be. Köszönöm. Egy kávét? Köszönöm, nem. Már azt hittem, elköltöztél a városból. Több mint 3 hónapja nem is láttunk a környéken. Hogy tudtad megszerezni a címemet? Hallottam a balesetről, ami Nino Pereirát érte. És... Balesetet mondtál? Nem az volt? Neked elmondhatok mindent. Tudta, hogy meg fogják ölni. Kik? Azt mondta, ha az ember szívességet tesz ezeknek a mocskoknak, előbb-utóbb kinyírják. Ez a szokás. Miféle szívességről beszélt? Valami hamis tanúzásról. Nem tudom, milyen ügyben. Sokszor nem tudott aludni miatta. Hazudnia kellett. Az volt a mániája, hogy valami szegény ürgető miatt sitteltek le. Hogy hívták? Rao? De volt egy biztosítéka, egy fénykép volt a falon, és azt mondta, hogy ez az ő életbiztosítása. A kezében tartotta vele azokat. Azt mondta, a fotóval sok pénzt kereshet, és ő szerette a pénzt. Hát ez nem jött be neki. Zsarolt valakit? Nem tudom. Ha igen, nem nagy sikerrel. Remélem, nem akarnak engem is kinyírni, szűzanyám, de félek tőlük. Ki sem merem nyitni az ajtót senkinek. Bármikor rám törhetnek, és kinyírhatnak engem is. Az a fénykép itt van még? Már nincs. Szerdán, egész éjjel odakint voltunk mind a ketten. Amikor hazajöttünk, az ajtót nyitva találtam, és a képet elvitték. Csak azt a képet. Nino halálra rémült. Azt mondta, reggel azonnal el kell mennie valahová. De már nem ért oda. Azok a mocskok rátaláltak. Mit ábrázolt az a fénykép? Valami foci meccsen készült. A csapat volt rajta? A közönség? Nem volt rajta valaki, akit ismersz? Nem tudom. Sokan voltak. Állandóan a szemem előtt volt az a kép, de sohasem néztem meg rendesen. Szegény Nino! Tessék a névjegyem. Ha bármi történik, telefonálj. Bármit megtennék, hogy segítsek ezeken a gyerekeken. De meg van kötve a kezem. Tessék, foglalj helyet. Hallottad, mit mondott a főnök? Maresálló, neked ez a rögeszméd. Nincs itt semmiféle maffia. Már nem vagyok a bűnügyi nyomozócsoportnál. Áttett az erkölcsre. Most foglalkozhatom prostituáltakkal, pervezekkel, transvestitákkal, hermafroditákkal, meg ilyesmi, mert ugye rögeszmés vagyok. Köszönöm. Leszoktam a dohányzásról. Hallanád, miket mond az orvos a kölgésemre? Búcsúzhatok az életemtől, ha rágyújtok. Most higgyem el ezt a mesét Nescarellával, hogy szándékosan ütötték el a barátját. Persze lehetséges, hogy igaz. Végül is elég logikus. Elmondtam a főnöknek az elméletemet. Tudod, mit mondott? Maresáró, ez nem a te asztalod. Még ha igaz volna is, akkor is politikai... Szóval semmit se lehet csinálni. Próbáld meg rávenni a nőt, hogy ismételje meg a mesét a bíróság előtt. Vagy adja írásba. Akkor talán a rendőrség megmozdul. De te miért nem vállalod? Végül is Nescarella, tudod, ő aztán a te asztalod. Nescarella, szóval tudod, ő fasz. Igen. Végül is Nescarella prostituált. És mint ilyen hozzám tartozik. Megmondom, mit csinálok. Elmegyek hozzá. És ha hajlandó írásba adni ezt a sztorit a fotóval, meg minden, becsület szavamat adom. Ha megpróbálnak leállítani, ők fogják megbánni. Stefano! Gyere! Mit mondod, Maresálló?
Rendes ürge. Megígérte, hogy segít. Ügyet. Mit beszéljünk rajta? Egy nő az egy nő. Nem lehet ketté vágni. Miért? Te talán férfi vagy? Mit gondolsz mégis talán a lánynak nézel? De még csecsemő vagy. Réna az én barátnő. Eljegyettük egymást. És nekem mi út? Majd ha eléred azt a kort, átengedem neked. Akkor viszont most fizes. Várj, kapsz valamit. Most fizes. Add nekem ezt, ezt és ezt. Ne, ez kell a gyűjteményembe. Nagyon sajnálom, cserébe fogadom. Na jó, várj meg. Igen, ő volt az. Stefano Marcuso. Tudod a kurvák, hogy hívják maguk között? A négy szem ügyvédnek. Jó, nem? Máskor is jár hozzájuk. Nekem valami gyanús. Mi van, ha Nescarella tud valamit? Pereira lekvár volt. Biztos dumált a kurváján. Kurvákra pedig nem lehet számítani. Egy kurva az csak egy kurva. Gyere, menjünk gyorsan. Mi bajod? Majd elmondom. És a narancs? Most sokkal fontosabb dolgunk van annál. Gyere! Úgy beszélsz, mint egy tanár. Parancsolgasztik. Itt maradj! Nem menj oda! Várj meg itt! Hé! Stefano! Stefano! Nyisd ki, mi vagyunk! Hé! Mi anya vaját különböltök? Stefano nincs itt! Nem tudja, hol találhatnánk meg? Elment Vandóvéva nemrég. Nem tudja, minek ment oda? Nem tudom. Gyere már, nem szégyeled magad. Rendben, őrmester? Igen, uram. Elnézést, felügyelő úr, ez feletté különös. Nino Pereirát elütötte egy autó. Most meg Nescarella kiugrott a hatodikról. Kell valami összefüggésnek lennie a két dolog között. Igen, a lány ma reggel ugrott ki az ablakon. Milyen összefüggés lát? Hogy Pereira belekeveredett a Rao ügybe. Nem belekeveredett, tanú volt. Itt az ideje, hogy megtanulja a különbséget. Egy pillanatra. Mondja meg, hogy tartsák zárva a kaput, ha bárki be akar jönni, családtag vagy akárki, ne engedjék. Felügyelő! Menjen! Az öngyilkosság, mint tudja, egy őrült pillanat következménye. Az ok kiderítés inkább a pszichiáterek dolga, mint a rendőrségé. Igen. Amerikai! Cigarettát! 300 lira! Amerikai! Tedd el, órák óta kereslek. Én meg téged, tegnap óta. Két hírem van, egy jó és egy rossz. Melyikkel kezdjem? Hát... Kezd a rosszal. Nescarella a hullaházban. Őt is megölték. Vagy még inkább hozzásegítették az öngyilkossághoz. Ez már esálló véleménye. Semmit sem láttál abból az alakból, akit kihallgattál a múltkor? A ruháját se? Ne, semmit. Csak a hangját hallottam. Az rekettes volt. Miért? Azt mondod, mindent tud róla? Igen, és Nescarelláról. Adj egy csigit. Begazoltál, mi? Nem, dehogy. De azért egy kicsit. Na és mi a jó hír? Azt nem mondtad.
Ja, tényleg. A jó hír az, hogy Marinotti ügyvéd úr is érdeklődik apád ügyeire. A híres ügyvéd? A főnököm. És ő mennyit kér? Nem tudok sokat fizetni. Fizetni? Ne butáskodj. Tegyük fel, megnyeri a pert. Még a tévé is kijön a tárgyalásra. Megéri neki. És az összes szicíliai rá fog szavazni a következő képviselőválasztáson. Amúgy sem áll rosszul. A torinóinál sokkal jobban minden esetre. Most megölték szegény Nescarellát is. Hogy győzzem meg erről Marinottit? Ő csak biztosra megy. Tényeket akar. Nem csak Pereira vallott hamisan. Még ketten rajta kívül. Na, igen, tudom. Az egyik neve Puma, a másiké Ravazza. Puma azt mondta, hogy papa egyszer fenyegetődött, hogy megöli Santorót. Ravazza azt mondta, találta a pisztolyt. Beszélned kell velük. Igen? Mit gondolsz, miért fogadtalak fel? Ide hallgassatok, hagyjátok abba ezt a sok kérdezéskedést. Azt hiszitek, nem tudom, mi folyik itt? Hallottam egyet-mást. Nagyon felkeltettétek bizonyos körök figyelmét. A ti érdeketekben mondom. Nino, tudod, hogy mit jelent nekem az apád, amikor ez a baleset történt a lábammal? Ő viselte a gondomat, még etetett is. Nélküle éjjel haltam volna. Szóval, Nino, ha én tanácsolok neked valamit, ugye tudod, hogy barátként teszem. Ha a barátunk vagy, és szereted a papát, mondd meg, hol találunk Pumát és Ravazzát, hogy másoktól kell kérdezősködnöm. Rendben. Puma kórházban van. Itt, Torinóban. Az is lehet, hogy már meghalt. Ravazzát nem láttam már évek óta, de a kémeimtől mindent tudok róla. Igen, többet tudok, mint az FBI. Ez az. Jó reggelt, szinyora. A férjével szeretnék beszélni. Nem mehetnek be hozzá, nagyon beteg, nem szabad zaklatni. Szinyora, az orvosától engedélyt kaptunk, nagyon fontos. Ő Rosario Rao fia. Beszélni szeretne magával. Tudja, hogy a gyerek édesapja börtönben ül, részben maga miatt. A vallomása miatt. Sajnálom. De amit ott mondtam, igaz volt, bármikor megismétlem. Mert ott voltam, láttam mindent. Mintha tegnap lett volna. Mit bámultok, folytasd! Saját szülemmel hallottam. Apád azt mondta, esküszöm, egyszer megölöm ezt a Santorót. Ezt mondta. Én csak megismételtem. A papa azt mondta, hogy ez nem így volt. Maga ott sem volt a verekedésnél. Ezért jöttünk. Ki kell derítenünk az igazat? Apád mindent tagadott a tárgyaláson. Az igazság más volt. Nem az, amit ő mondott. Azt hiszed, az én állapotomban nem mondanám meg az igazságot. Az orvos szerint már csak napjaim vannak hátra. Ha hazudnék, rossz lelkiismerettel mennék a túlvilágra. Sajnálom. Ez Nescarella aláírása. Aznap adta fel, amikor megölték. Kedves ügyvéd úr, tegnap este valamit nem mondtam meg magának.
Van egy fotóm, ami ugyanazon a meccsen készült, mint az, amelyiket elloptak Nino Pereirától. Úgy határoztam, elutazom Torinóból. Talán segít magának ez a kép, amit itt küldök. Viszontlátásra és sok szerencsét, Nescarella. Nem értem. Ettől nem leszünk semmivel se okosabbak. Miért küldhette ezt Nescarella? Úgy látszik, aki betört hozzájuk erről a képről, nem tudott. Nyilvánvaló. Ki van ott? Na ki, mit gondolsz? Szólhattál volna előre, hogy jössz. Egész álló este telefonáltam. Zöld vagy, mint egy leveli béka. Mi a baj? Kinyomoztam, hol van Ravazza. Sanremo-ban lakik, virágkereskedő, jó gazdag. Itt a címe. Na, kinyitom az ajtót, gyere be. Nézd meg jól ezt a képet. Látsz rajta valami furcsát? Madonna mia. Ezt akkor csinálták, amikor Santorót lelőtték. Honnan szedtétek? Nézd meg jobban. Kit látsz rajta? Mindenkit, aki rajta van. Rosariót, Santorót, Pumát. Oda néz, Ravazza is ott van. Melyikük Ravazza? Ez itt mi. Puma mellett? Igen. Ez már elég ahhoz, hogy meggyőzd a főnöködet, nem? Na, nem. Várj, gondolkodsz. Van egy fényképünk. Az még nem bizonyíték. De rajta van Ravazza. Hát éppen ez az. Ravazza nincs is Santoró közelében. Mikor készült a kép? A meccs előtt? Utána? Esetleg egy másik meccsen? Áj, hidd el, jogilag ez még nem bizonyíték semmire. Akkor mit csináljunk? Megmondom. Mégis nagy hasznát fogjuk venni ennek a fényképnek. Felidegesítjük vele Ravazzát. Elmegyünk Sanremóba? Holnap oda megyünk. Majd beszélek apáddal. Nino, tessék! Megvoltam, tessék. Köszönöm, mama. Mama, a tej! Ó, Madonna, mintha nem volna már elég bajom. Majd én. Köszönöm. Te is csak tetézed a bajt. Stefanoval együtt. Virasztottam egész éjjel. Értsd meg, mama. Kezded előről? Hidd el, mama, nem tudom, miért megyünk. Stefano ügye. Szégyeld magad, Mino. Azt hiszed, nem látom rajtad, hogy hazudt? Nem értem, miért nem mondod meg, hogy a papának akarunk segíteni. Te csak hallgass. Te itt maradsz. Miért hasz ki mindenből? A papa az én édesapám is. Miért nem mehetek én is Sanremóba? Mert te iskolába még, majd adok én neked Sanremót. Nem megyek iskolába! Lelo! Lelo, gyere ide azonnal! Maradok, nem hallod? Lelo! Nyisd ki! Azon a gyerek jönnön! Menj iskolába! Nem hallod? Amíg oda bent van, legalább nem tud utánam jönni. Maradj csak! Jó szórakozást! Hoztál magaddal valami ennivaló? Igen, itt van. Jó. Akkor ezért volt ez a furcsa szag a kocsiban. Mint egy görény. Én is megyek. Hogy tudtál bejönni a kocsiba? Azt hittem, a klotyóban van. Jól besoktalak. Most vissza, majd én bezárlak. Nem zársz! Hajt, ha most visszaviszed, éjfél előtt nem érünk Sanremóba. Gyere, indulunk. Ne! Nézzétek, Sanremo! Menjünk fürdeni! Lélo, egy kicsit fontosabb dolgunk is van most. Megmondom én egy pillanat alatt. Ez a meccs előtt készült. Biztosan tudom, mert később lejjebb mentem a barátaimmal. Még mielőtt rálőttek Santoróra. Láttam, hogy Rao elővette a pisztolyt és lőtt. Ezt mondtam a vallomásomban is. A tárgyaláson, amikor beidéztek tanúnak. Furcsa, nem fér a fejembe. Komolyan nem értem. Ezért tettétek meg ezt a hosszú utat Torinótól idáig, hogy még egyszer halljátok ugyanazt. Igen, talán furcsának tűnik, hogy vállalkoztunk erre a hosszú útra, de tudja, Sanremóban még úgysem voltunk, és a fiúk nagyon szerették volna látni. Hát, ha tehetik. Na, hogy sikerült? Befelé.
Nagy hülyék vagyunk. Nem, nem vagyunk hülyék. Adott egy ötletet, amit Ravadze mondott. Igen, falba tudnám verni a fejem, hogy erre előbb nem gondoltam. Ez nem az a bizonyos fotó. Nescarella sem állította bizonyosan. Olyan, mint az volt, mégsem ugyanaz. Valahol kell lenni egy másiknak. Minél többet gondolkodom rajta, annál biztosabb vagyok benne. Márpedig azt a másik képet feltétlenül ugyanaz a fényképész csinálta, amelyiket ez. Ugyanarra a tekercsre. Ezt a tekercset kell megtalálnunk. Kész, Tézamú, vigyázz! Követnek! Kapaszkodjatok, fiúk! Hé, takarodjatok a földemről! Áááá! Elütötted a fejed? Nem! Ez a valóban volt! Áú! Ez olyan, mint a hullámvasút! Menj már innen, áú, a rosszabb! Megint a malagad? Nem, most a fejem! Au! Nyugalom, nyugalom! Ezek a hapsik veszélyesek! Nem szórakozom, tudod? Mit parancsol? 2 liter. Ilyen felhajtást azért a 2 literért. Fiúk, nézzétek azokat a katonákat! Miért nem megyünk le 2 autó közé? Hé, mi van? A fizetés semmi lesz? Gyere vissza neki, személy! Szevasztok, fiúk, holnap találkozunk. Ciao. Ciao. Jöttek rá, rohadtak. Elvitték a fényképet. Tessék. Nagyon fáj. Kapaszkodj belém. Gyere. Nem tudja azonosítani őket? Írja alá vallomásokat.
Ha ahelyett, hogy Sanremo-ba rohan James Bondot játszani, egyenesen hozzám jön ezzel a fotóval, ami mellesleg nem ér semmit, ettől a bunyótól legalább megkímélte volna magát, ha egyáltalán arra ment ki az egész, és nem egy szokványos rablótámadás volt. Rablótámadás ellene? Ugyan már, hogy lehet, hogy csak a fényképet vitték el. Tudták, mit akarnak. Nem lehet véletlen. Képzelje magát a helyembe. A tények a következők. Azt mondták, hogy megtámadták magukat egy fénykép miatt, amely olyan volt, mint egy másik, amelyet senki sem látott. Üldözte egy kocsi, de a számát nem jegyezte meg. Azért kissé furcsa, hogy a támadás épp akkor történt, amikor Ravazzától jöttünk hazafelé. Lehetett véletlen is. Kételkedik. Felhívhatjuk Sanremót és ellenőrizhetjük Ravazza alibijét. Hívd meg Sanremót. Igen, uram, már is. Egy pillanat, Maresciallo. Biztos, ami biztos, jó volna utána nézni, ki készített ezeket a fényképeket. Tudjátok a nevét? Hogy is hívják? Rajta volt a neve a képen. Kameráta. Kameráta, igen. Kameráta, igen, uram. Lássuk, mire megyünk azzal a titokzatos fényképpel, amelyet soha senki sem látott. Nézzük csak. A támadást itt hajtották végre maga ellen, Torinóban. Igaz? A Ravazza Sanremóban volt. Élénk a fantáziája. Mi a fenének kellett elmennie Sanremóba, csak ezt tudnám megérteni. Tessék. Reggelente élénkítő pirulákat kell bevennem. Éjszaka ugyanis altatóval alszom. Milyen élet ez? Ez a Maresciallo is folyton a sarkamban van. Mindenkire gyanakszik. Gondoltam, 6 pihenjen áttettem az erkölcsre. Azt hiszik, ott pihenhet. Az erkölcsön mindössze 20 ember van, és amióta idejött ez a sok szicíliai, rengeteg a prostituált. 10 000-nél is több nemenként. 20 ember jut rájuk. 1000-re. Uram, telefonhoz hívják. Elnézést. Igen? Köszönöm. A fotós felszívódott. Pontosabban már a ház sincs meg, ahol a műterme volt valaha. Nyom nélkül eltűnt. Gyertek csak! Találtam nektek valami érdekes. Amikor eladták a házat, tudod, ahol a fényképész lakott valaha? Szóval az a ház Mariano Friddáé. Jó haverja volt az öregednek. Világos? Milyen véletlen. Épp ő vette meg ezt a házat a fényképésztől. Nyilván írtak valami szerződést, vagy ilyesmit. Azon csak lesz valami cím. Hol van az iroda? A harmadikon. Köszönöm. Megnőttél. És te már kúzó köművesből jogász lettél. Hallom, Marinottinál vagy. Rendes ember. Az is lehet, hogy egy szép napon nekem fogsz dolgozni. Nagyobb szükségem van jogászokra, mint építésekre. No és? Miben állhatok szolgálatotokra? Szonya, legyen szíves, keresse elő a régi házirattait. És hozzon ide mindent, ami kamerátára a fényképészre vonatkozik. Rosario Rao. Már 3 év eltelt. Besajnálom. Boldog voltam, hogy ismerhettem. És minden nagyra becsülésem a tiéd, mert büszke vagy apádra. Különösen, ha azzal a Santoróval mérem össze. Egy szent volt. De a papa nem lőtte le Santorót. Bár csak be tudnád bizonyítani. Emlékszel, mit mondtam a tárgyaláson? Azt mondtam, Rosario Rao jellem. Igazságos, őszinte, nagy lelkű és szolgálatkész. Amikor először támadta meg Santorót, az is más miatt volt. Tudtam, miről van szó, és azt gondoltam, kibékítem őket. Mindegyikkel beszéltem külön-külön. Utána leültem velük közösen egy asztalhoz. Töltsetek! Figyelem! Azért jöttünk össze, hogy megünnepeljük. Vége közöttünk mindenféle ellenségeskedésnek. Rosario Rao és Pietro Santoro, erre igyatok! Emelem poharam a békére. És most élvezzük együtt a finom falatokat és a kitűnő bort. De aztán sajnos tudjátok, mi történt. Én megtettem érte minden a tárgyalásom. Hogy is tehettem volna másképp. Annyi év után. És még valamit. Ha nektek, fiúk, bármire szükségetek van, ha tudok segíteni valamiben, számíthattok rám, mintha családtag volnék.
Uram, semmit nem találtam, ami a fényképre vonatkozna. Átnézett minden aktát? Igen, uram. Sajnálom, Nino. Itt a narancs. Hello. Ciao, Mino, hogy vagy? Ilyen sokat cipeltél. Hát... Rendelek. Add ide a cigit is. Hé, ébresztő. Nem láttad, mekkorát lőtt? Hátulról lőtt meg. Ezek azt hiszik, túljárnak az eszemben. Nézd meg a bajnokot. Ezt nézd meg. Add ide a pénzem. Hé, Mino, a pénzem. Köszönöm. Tud adni egy telefonérmét? Nesze, itt van. Üdvözlöm a mamádat. Azt is egy gyufába játszom? A idalóvéval. Ezt kikészítettem. Csináld meg az asztal. Stefano, megtaláltam. Itt van egy kocsmában, a Via Palestrón. Kicsoda? Az a reket hangú apsi, akinek a múltkor csak a hangját hallottam, tudod? Várj, még mindjárt ott leszek. Addig is tarts szemmel. Kiment, megyek utána. Várj, Mino, oda küldök valakit, ez veszélyes. Később... Nem, Mino, várj! Látod, hogy vakmerőség volt egyedül eljönni?
Mi lett volna, ha Stefano nem hív fel engem? Meg is ölhettek volna. Én a reket hangút követtem, de aztán jöttek a kutyák. Semmit se csinálj egyedül. El ne mozdulj mellőlem. Ez most már nem játék. Gyilkosokkal állunk szemben. Na gyere, menjünk. Tudod, mit üzennek neked a kutyák által? Hogy jobb lesz, ha behunyod a szemed, befogod a szád és bedugod a füled. Ez figyelmeztetés volt, érted? Ide hallgass, végre valami jó hírem is van a számodra. Megtaláltam azt a fényképészt. Mi is a neve? Kameráta. Ez az, Kameráta. Gyere, abba hagyta a fényképezést, és most pizzát árul a Szent Péter téren. Oda megyek. A pizzából sokkal jobban megélek, mint a fotózásból. Boldog voltam, hogy akadt valaki, aki megvette a műtermemet. Pedig még mindig visszajárnak a kuncsapjaim. A múlt héten is volt itt valaki egy régi képen miatt. Azt hiszem, múlt pénteken volt. Az milyen kép volt? Ahogy kiveszem a szavaidból, ugyanazt keresett te is. Egy futballmeccsen készített képről van szó. Igen. Hát én annak az alaknak nem mondtam el semmit. Pedig lett volna mit mondanom. De nagyon gyanús lett nekem a hapsi. Pereira az unokabátyám volt. Nekem fogalmam sem volt, hogy mire keveredett. De az unokabátyám volt. Elgázolták, mint egy rühes kutyát. Biztos, hogy gyilkosság volt. Neked elmondom az igazat. Én nekiadtam azt a tekercset, amikor felszámoltam az üzletet. Azt mondta, öregem, ez többet ér nekem, mint egy aranybánya vagy egy életbiztosítás. Úgy látszik, életbiztosításnak elég gyengé volt. Most ezt a tekercset keresik ők is. Igen, de nekünk előnyünk van velük szemben. Szerinted Nescarella lakását még nem adták ki? Egészen biztosan nem. Telefonáltam a portásnak. Azt mondta, még nem nyúltak semmihez a szobájában. Elveszed a kulcsot, én addig feltartom. Elnézést egy pillanatra. A biztosító társaságtól jöttem, a múltkor már jártam itt. Az autóját szeretné biztosítani, ugyebár? Nem. A motorkerékpárját? A tévéjét? Nincs motorkerékpárom, ez valami tévedés lesz. Nincs semmi. Akkor elnézést, biztos rossz a cím. Már jártak itt előttük. Hoztatok ide. Igen, akkor most irány haza, mert anyád biztosan aggódik miattad, nem hallod? Most haza, rögtön. Jó, hazamegyek, de előbb segítek nektek. Nem tudtok keresni, az a baj. Le kell szedni ezeket. Ha engem nem hoztok magatokkal, nem mentek semmire. Ez az a fiú. Ne élom, hova mégy? Haza. Nem akarom, hogy a mama aggódjon miattunk. Vigyük el gyorsan a fényképészhez. Nem ugyanaz a kettő. Ezen a nézők figyelik a meccset. Itt pedig valami nyüzsgés van. Mi volt ez? Verekedés? Melyik meccs volt? Nem érdekes, rendben van, köszönöm. Mivel tartozunk? 1000 lira, mivel hogy késő éjszaka van.
Nézd ezt, Stefano! Itt már lelőtték Santorót. Ravazza pedig ott áll fent. Hogy láthatta? Ez aztán bizonyíték a javából. Biztosan megfelel majd a főnöknek is. Szerintem nem találtak semmit. Te nem találtad meg, pedig felforgattad a lakást. Ha ők sem találták volna meg, ugyan mit kerestek volna a fényképésznél? Ha mielőbb bemegyünk a belvárosba, ott nem tudnak megállítani. Már itt vannak. Forgalmas úton vagyunk, nem állítom. Kapaszkodj! Megpróbálom a rendőrség felé vezetni őket. De ott nincs olyan nagy forgalom. Meg kell próbálni. Bordám tört el a szemüvegem. Ezek után a rendőrségnek mindenképpen be kell avatkoznia. Nagyon csodálkozom azon, amit mond. Márkuzo kolléga ellátta egy bizonyítékkal. Ez a fénykép és Ravazza épp elegendő indíték lett volna ahhoz, hogy átfogó vizsgálatot rendeljenek haladéktalanul ellenem a felháborító bűnszövetkezett mafia ellen. Maga még csak meg se kísérletet letartóztassa Ravazzát. Egyszerűen képtelen vagyok megérteni ezt az időhúzást. Mi fogta le a kezét? Miért nem tartóztatta le Ravazzát? Én le akartam tartóztatni, de a Sanremo-i rendőrségen azt mondták, hogy elutazott. Ha egyszer elutazott, hogy tartóztassuk le? Természetesen kiadtam az elfogadási parancsot, a határokat is ellenőrizzük. Higgy el, uram, mi minden tőlünk telhetőt megteszünk. Parancsoljon! Mino! Hadd nézzelek! De megváltoztál, fiam! Hogy van a mama és Léno? Jól! Hallom, szegény Stefanót jól összeverték. Igen. Mino, beszéltél már Nottival az ügyemről? Persze. És azt mondja, be tudja bizonyítani az ártatlanságomat a fényképek nélkül is?
Nem. De Ravazzát elkapták. Nem. Semmi esély rá, hogy kiengedjenek innen. Emlékszel még rám? Puma felesége vagyok. Emlékszem. Beszélni akar veled. Valami fontos mondani valója van a számodra. Mikor? Most rögtön. Nem tudom, hogy holnap életben lesz-e még. Várjon egy kicsit. Én is megyek veled, hát lesz valami hízok. Ketten mégis csak többre megyünk. Itt maradsz, nehogy a mama megijedjen. Ciao! Ez az ügy legalábban jól tartozik rám is, mint rád. Mindig itt vagy, hogy hazudozzak a mamának. Arról már lekéstem, hogy megmentsem a lelkemet. De apádat talán megmentetem. Jó néhány évig dolgoztam Don Mariano Friddának. De akkor még nem volt ilyen nagy ember. Azokban az években Fridda és Santoro társak voltak. Ezt senki nem tudta rajtam kívül. Fridda képviselt a céget, mint fethetetlen ember, és Santoro végezte a piszkos munkát. A délről jött emigránsok ezreivel rabszolgaként bántak. Néhányat meg is öltek. De Friddát kezdte aggasztani Santoro és a módszerei. Elhatározta, hogy megszabadul tőle. Apád úgy szintén idegesítette Friddát. Azért, mert rendszeresen kiállt azok mellett a szegény ördögök mellett. A szakszervezettel is tárgyalt. Fridda tudta, hogy problémákat okozhat neki, és elhatározta, hogy tőle is megszabadul. A tervet azon a bizonyos békítő vacsorán eszelte ki. Ha bárki azt hinné, hogy Rosario Rao megbocsátott Santorónak, az nem ismeri Raót. Én azt mondom, előbb vagy utóbb végezni fog vele. Ez törvényszerű. Az az igazság, hogy Santorónak én is több hasznát látnám halva, mint élve. Rao pedig folyton hetszeli a munkásokat, ezzel sokat árt nekem és nekik is. Rao eladta neked a revolverét. Nagyon jól tetted, hogy megvetted tőle. Ennek a fegyvernek kettős haszna lesz. Érti valaki, mire gondolok? Egész kivételes te. Két legyet egy csapásra, nem igaz? Gratulálok, Puma. Fején találtad a szöget. Tiéd a munka. Szereted a focit? Kik játszanak vasárnap? Milano Torino. Megverjük őket. Rao és Santoro biztosan kint lesz a meccsen. Menjünk ki mi is. Mindnyájan. Mi is szeretjük a focit. A főnök fizet. Thank you.
Van ide, mire vársz, kapcsra? Vigyázz, Friddával, Svani maszkárával. Sajnálom, de nem beszélhetnek többet a beteggel. Pihenjen egy kicsit, asszonyom, nincs értelme itt maradnia. Egy kicsit hagyjuk aludni a beteget, ha szükség lesz önre, azonnal hívjuk. Don Mariano. Igen. Biztos, hogy nem köpött. Raúl fia bent volt nála. Tudod, mi a dolgod? Igen, tudom. Rendben. Visszahívom. Hívj vissza, minél előtt. És akarom hallani. Segíteni. Elviszem Stefano főnökéhez, Marinottihoz. Hívd fel Maresálót telefonon. Szia, anya! Lejöhettél volna. Mi az, hová mész? Kérdezd meg Lilót. De Mino, késő van. Majd én segítek, mama.
Sajnos azt mondják, nagyon rossz az állapota. Az a csoda, hogy túlélte. A helyzetre való tekintettel elintézem, hogy kapjon 3 óra kimenőt, hogy bemehessen hozzá a kórházba. 9-kor a kerületi főügyész ki akarja hallgatni, mert tudja, az igazságszolgáltatás általában nagyon lassan szammog, de néha nagyon felgyorsul. Menjenek. Ha ezeket a bilincseket rajtam hagyják, hogy gyújtsak rá? Köszönöm. Hidd el nyugodt. Van itt valaki? Nincs, csak maga. Körülnézünk. Te ki vagy? Raffaello Lillo. Édesanyád nincs itthon? Nincs. A kórházban fogok találkozni vele. Apád is ott lesz? Nem. Ő börtönben van. Megszökött a börtönből. Ha itt van valahol, jobban teszed, ha elmondod. Mondd el, ha tudod, csak segítesz rajta. Nem tudom. Azt mondta anyukám, rakjak ruhákat a bőröndbe, és vigyem a kórházba. Itt maradsz. Tartsd a szemed a gyereken. Maradj itt. Hová megy? Csak be akarom rakni ezeket a bőröndbe. Jó, de a lakásból nem mehet ki. Egy okos gyerek tudná, hová mehetett a papája. Igen, na ne mondja. És ha olyan lennék, hogy tudnám, hol van, azt hiszi, elárulnám magának? Hé, te idebent akarod csinálni? A másik bácsi azt mondta, hogy nem mehetek ki a lakásból. Nincs a házban WC? Van, de odakint. Menj és intézd el.
Tessék. Keresd meg Mascarát és Mariano Zidát. Nagyon büszke vagyok rád, fiam. Amerikai cigarettát, svájci cigarettát. Amerikai... Hol van Mascara? Rosario. Hol van, azt kérdeztem. A régi gyárban. Köszönöm. Egy pillanat. Mi van? Rosario megszökött. Nem igaz. De igen, Mascarát keresi. Rohanj, Stefano, rohanj, ahogy csak víz, különben kinyírja azt a mocskot. Mascara! 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 Rosario Rao megszökött. Rohantam hozzád. Mi régi barátok, tartsunk össze. Mennem kell. Fordulj meg, hadd nézzek a pofádba. Egy gyerek! Egy gyereket! Egy gyereket! Salvatore! Igen, uram. Kezd belegem lenni belőle, hogy minden reggel én vagyok itt az első. Sehol senki. Kéretem az építésvezető. Már is. Mariano Fridda. Mariano Fridda. Rosario! Tedd el azt a fegyvert! Nincs rá semmi szükség! Megmondom, mi kell neked. Egy útlevél és egy kis pénz, hogy letelepedhess Svájcban a családoddal. Rosario! Én nem tudtam, nekem semmi közöm nem volt neki! Ah!
Köszönöm, Mino. Mindent köszönök neked, fiam. Mino, most magadért harcolj. Gyógyulj meg. Menjenek innen, menjenek az útból, félre innen! Menjenek innen! Sajon. Magyar hangok. Bújtor István, Fülöp Ervin, Dominus Ákos, Revicki Gábor, Barbinek Péter, Rosta Sándor, Földesi Margit, Szersény Gyula, Csíkos Gábor. Írta Nicola Badalucco és Luciano Vincenzoni. Fényképezte Pasqualino De Santis. Magyar szöveg Kertész Judit. Hangmérnök Morasi László. Rendezőasszisztens Lakos Éva. Vágó Talpas Iván. Gyártásvezető Miklai Mária. Szinkronrendező Tomas Evi Zorka. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Magyar Szinkron és Videóvállalat műtermeiben. Zene Gianfranco és Gianpiero Reverberi és Nicola Di Bari. Rendezte Carlo Lizzani.